Az előző bajnokságban elért hetedik hely után a harmadik, ötödik hely valamelyikének megszerzését célozta meg a Csengeri futsal csapat, amit ősszel túlteljesített a Szilágyi Sándor által irányított együttes. A csengeriek 9 győzelemmel, 1 döntetlennel és 3 vereséggel végeztek a keleti csoport második helyén, úgy, hogy a listavezető Kincsem Lovasparkot idegenben 9 góllal verték a szatmáriak. Egy elég erős mezőnyben sikerült megszerezni ezt a második helyet, az hozzátartozik az igazsághoz, hogy van 3-4 gyengébb képességű csapat, mint ugye az előbb is említettem a gödöllői Fise csapatát, vagy a Gyömrő, a Nagykáta, akik a tabella alján szerepelnek, de azt mondom, hogy az első 6-8 helyezett csapat közül bárki, bárhol, bármikor, bárkit képes megvenni. Ugye nagyon jó példa erre a mi Kincsem elleni győzelmünk, vagy a nyíregyházi vereségünk. Úgyhogy én azt hiszem, hogy egy erős mezőnyben állunk a második helyen. Budapesten és a Dunántúlon is mondják, hogy most a nyári csoportelosztásnál természetesen nem tudatosan, de ez a keleti csoport sikeredett a legerősebbre, hiszen itt tulajdonképpen több régi NB1-es csapat is van. Az előbb említett Kincsem, a Szeged, a Deac, ezek mind NB1-ben szerepelt csapatok, és tényleg nagyon jó képességű csapatok, és rutinos futszalosok alkotják. Mint Szilágyi Sándor elmondta, továbbra is igyekeznek a földön maradni, boldogok lennének, ha a bajnokságot dobogós helyen zárná a csapat. Az ehhez vezető úton a sereghajtó gödöllői Fise ellen tehetik meg az első lépést a csengeriek. A cél az egyértelmű, nem is lehet más, szeretnénk győzni, de ugyanúgy, mint minden más meccsünkön, nekünk az kevés, hogy nyerni szeretnénk. Mi szeretnénk, én azt mondom, hogy Kelet-Magyarország egyik legjobb közönségét kiszolgálni, és tényleg olyan játékkal előrukkolni a gödöllő ellen, ami megalapozhatja az egész tavaszi szezonunkat. Bízom benne, hogy a srácok ezt átérzik, és nem veszik majd könnyen a meccset, és tényleg egy olyan szezonkezdést tudunk produkálni itt, ami megalapozhatja majd az egész szezont. Az első tavaszi forduló pénteken a Maglu Team Gödöllő és a nyíregyházi Alukonstrukt Ezüstcsikó mérkőzésével rajtol. A Csenger Futszál Fise mérkőzés hétfőn 19 órakor kezdődik a Várossport csarnokában.